És ez a mai esemény sem arról fog szólni, hogy politikai mozgalmat. Itt vagyunk a mai napon, és még egyszer arra kérek mindenkit, hogy segítsétek a rendezők munkáját, segítsétek mindannyiunk munkáját azért, hogy ez a mai nap békésen és erőteljesen tudjon bevonulni a történelembe. Köszönöm! Magyarország az édesanyám, gyerekeim, az emlékeim, az, amiben felnőttem, a köztársaság és a szabadságnak valami illúziója. Ez az a... Minden idegközi. Hely a magyar igen sokan fenn, de a magyar viharban is felnő, lesz még egyszer szép a világ. Lesz még magyar köztársaság, hely az idő eljön. Itt születtem, hogy elhizet jól, hogy szeretek az időt.
legszebb ország a világon, ahogy mondták régen is, a pokréta a kalap mellett. A legszebb ország a világon. Nagyon feladat rendben tenni ezt az országot olyan, amilyennek szeretném, mint ember. Még magyar köztársaság, ha nincs, hozzuk létre. Én azért szeretek Magyarországon, hogy ez egy szabad ország, és nem nem ilyen sem. Magyarországon mondok a legszebb nyelv. Szeretem a magyar nyelvet. Szeretem a magyar humor. És szeretem a barátaimat. Emlékszik egyetlen képviselőre is abból a magyar parlamentből. El fognak tűnni a most ünneplő sajtorudacskákat mojszoró kisesté is hölgyek és smokingos bocska is uraságok is. Mert a bajból mindig megjutnak el ottok. És ez a hatalom már minden helyettelünket kitörülünk. Nácik haza! Nácik haza! Nácik haza! Nácik haza! Alkotmányos forradalom zajlott. Antal József beszédéről hadd idézzek, ami a kormányok ezelőtításában mondom. Rendkívüli tudatossággal mégis egy csepp vérontása nélkül vittünk végbe egy forradalmat. Úttörőként és példaként egész térségünk számára. Halljuk a hírt, hogy újra ellenzéki kerekasztalt kezdeményeznek. Itt az ideje a demokratikus ellenzék összefogásának, legyenek parlamenten kívül vagy belül. Reméljük, felül tudnak emelkedni a pártok és a mozgalmak önös érdekeiken. Felül tudnak emelkedni a bizalmatlanságaikon, a személyes ellenszenveiken. Reméljük, hogy nem a vezérszerep iránti vetélkedés kerekedik felül. Az összefogás most nem lehet egy új elit gyakorló. Köszönöm, hogy eljöttek, és együtt adtunk hangot annak, hogy a Magyar Köztársaság polgárai vagyunk. Éljen a Magyar Köztársaság! A Magyar Televízió híradója az imént beszámolt, hogy hamarosan kezdődik az operaházi ünnepség, és mellesleg némi tüntetés van az Andrássy úton, és megmutattak egy rendőrkordont. Így nyílt ajtón ilyetten besuttogott hiregben, a száj elé hultan piszt jelző újban. Ott zsarnokság van, nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, se rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban. A csöndet növelő néma könnyek zugatagában, kimerett szembogárban. Ott zsarnokság van, nem csak a talpra álltan harsogott éjjelekben, hurrákban, énekekben. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak az elnyedetlen tapsoló tenyerekben, küzdben, az operában, az oly hazug harsányon zengő szobortövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben.
nem csak az éjben, halokon, sikló, gépkocsi zajban, s abban megáll.